5 darab új játszótér kerül kialakításra a járás több területén. Erről kérdeztük Kácsor Pétert. 5 darab új játszótér kerül kialakításra itt Kisteleken egy pályázat keretén belül, erről kérdezzük Kácsor Pétert. Először is köszöntelek, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy megépüljenek ezek a játszóterek itt Kisteleken? Köszönöm én is a lehetőséget, illetve a meghívást. Egy apró kiegészítés, nem Kisteleken van az 5 játszótér, hanem a járásban, de valóban 5 játszótér került az elmúlt időszakban kialakításra. Egy EFOP-os projektet adott be a többcélú kistérségi társulás. Ugye van a hosszú évekre elnyúló és futó gyerekesélyprogram, ami jellemzően úgy hívjuk, hogy soft elemeket, projekteket tartalmaz, és ennek van egy infra strukturális fejlesztésű háttere, ami meg a hard elemeket tartalmazza, tehát abba lehet építeni, abba lehet nagyobb értékű eszközöket beszerezni, és ennek része az 5 darab játszótér kialakítása, ennek része például egy új 14 személyes busz megvásárlása, ennek része több településen közintézmények, olyan közintézmények, ahol gyerekek mozognak és vannak felújítása, és ez már most majd zárul ez a program. Ennek részeként került durván 10 millió forint értékben 5 darab játszótér kialakításra, ebből 3 van Kisteleken, olyan helyen, ahol 2 olyan helyen, ahol már korábban is volt játszótér, illetve kialakítottunk egy harmadik új helyet, ami most így első ránézésre még egy picit furcsa lehet, hogy mit keres ott, de már előre gondolkodtunk. Itt nevezetesen a Jókai utca elejéről van szó, ami bizonyára másokan tudják a kistelekiek, hogy ott majd lesz egy új parkoló, illetve ott lesz az új református templom. És ha ezek ott elkészülnek, akkor teljesen más települési képe, arculata lesz ott annak a résznek. Ott sokkal jobban be fog illeszkedni oda az a játszótér, mint most. Úgy még eldugottan egy kicsit ott a fák között. Szóval megelőlegeztük annak a területnek a rendezését, és először vettük a kereket, aztán meg majd jön az autó. Kicsit furcsa példával. A másik két helyen, a Szent István téren, illetve itt a Sportcsarnok sarkánál, a Bocskai utcánál korábban is voltak már játékok, csak azok elavultak, nincsenek eldobva egyébként. Most fel fogjuk majd újítani, meg fogjuk vizsgálni, hogy tüvengedély egyéb dolgoknak hogy lehet megfeleltetni, és akkor a város másik részén újra föl lesznek állítva, de azoknak már a karbantartása, illetve a részben a cseréje az indokolt volt. Sajnos voltak a közelmúltban olyan balesetek, ahol gyerekeket ért a baleset, sőt ezek között tragikus is volt. Nem szabad ezzel játszani, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Visszakanyarodva az előző gondolathoz, tehát 3 van Kisteleken, és egy játszótér, egy kisebb játszótér Ópusztaszeren, illetve egy nagyobb játszótér Balázscsán az iskolaudvarban került kialakításra. Ha már gyerekesély program és annak az infrastruktúrális háttér, akkor logikus, hogy egyébként legyenek benne játszóterek meg játékok is, sőt most friss információ az is, hogy légvárakat is beszereztünk, ezek nagy légvárak, hát talán a télen már nem, de majd a tavasszal induló programokon azok is föl lesznek állítva, és akkor azt is kipróbálják a gyerekek. Nyilván ezeknek a használatuk természetesen ingyenes. Február 29-én rendezik meg első alkalommal a zenész és vőfej találkozót Kisteleken. A szervezőt, Tóth Józsefet kérdeztük a rendezvény részleteiről. Zenész és vőfej találkozót tartanak február végén itt a Kisteleki Sportcsarnokban, a szervezőt, Tóth Józsefet kérdezzük a rendezvénynek a részletéről. Először is köszöntöm Önt. Milyen ötlet alapján indult ez a találkozó? Én is köszöntöm minden egyes tévénézőt és minden egyes vendéget. Hát ez olyan ötletből indult, hogy szerettünk volna itt megteremteni Kisteleken is, hogy legyen egyszer már vőfény és zenész találkozó, és ezt jótékonyságban ajánlottuk föl a Napsugár szociális otthon lakóinak. Mennyiben lesz más ez a találkozó, mint bármelyik vőfény találkozó, ami megszervezésre került eddig? Hát ezt annyiban szeretnénk egy kicsikét alakítani rajta, hogy itt inkább nem konkrétan csak a vőfényekre utalunk, hanem itt a zenekarok be tudjanak mutatkozni, a környékbeli zenekarok kapjanak föllépést. Nagyjából hány zenész és hány vőfély fog részt venni ezen a rendezvényen? 4 zenekar fog részt venni, és 7 vőfény. Ez itt a környékünkön találhatóak ők meg.
akik még ma is aktívan dolgoznak, ezekből próbáltam összeválogatni a kis csapatot, úgy érzem, hogy sikerült is. Hát név szerint azt mondja, hogy mi ugye az est házigazdája, Halasi Hangulatzenekar, aztán Kisteleki viszonylatban Varga Laci és barátai, aztán elmegyünk egy kicsit arra Szeged fele, Balázscsai Tari Józsi és zenekara, és visszajövünk Pusztaszer, hegedűs fivérek, akiket meghívtam erre a találkozóra, a vőfények közül pedig Balog László és Szegedi, Faragó Gábor dorozsmai, Feleki Viktor kiskunmajsai, ő azt hiszem a legfiatalabb vőfény közöttük, aztán Ólai István szentes, Tarjányi András szintén szentes, Szigeti Papp Béla szank, Tóth István, ő pedig Tiszaalpáról fog érkezni. Kicsit részletesebben mesélne nekünk arról, hogy ez az egész este hogy fog lezajlani? Igen, természetesen. Tehát van egy forgatókönyvünk, ami még nem egészen pontos, de Szalainé Marikának, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ebbe, hogy eljutottunk odáig, hogy itt Kisteleken is meg tudjuk szervezni ezt az egészet. Nagyon is hálás vagyok neki érte. Hát az est az úgy fog zajlani, hogy van egy vendégvárásunk, a vendégvárás után ugye bográcsokba főzik a marhapörköltet, úgy, ahogy ezt lakodalomban is szokták, és kimegy a zenekar, és köszönti ugye a pörköltfőzőket, aztán vőfényeket bekíséri a sportcsarnokba, ott polgármesterünk el fog mondani egy megnyitó beszédet, ugyanis hát köszönjük szépen Nagy Sándor polgármester úrnak, hogy elvállalta a fővégnökséget, és utána pedig óránként fognak a zenekarok játszani, megpróbáljuk betartani, és közte viszont a vőfények egy kis humoros játékkal, vagy verseléssel fogják a színvonalat emelni. Egyébként lesznek föllépőink is, a Kisteleki Citara zenekar, három növendék a zeneiskolából, fúvósok, és egy tánccsoport. A rendezvényen befolyt összeg adományozásra fog kerülni, erről mit is tudhatunk, valamint lehet-e még erre a rendezvényre jegyeket venni? Természetesen a jegyek árusítása most kezdődött el, és lehet rá jegyeket vásárolni. Hát az adományozás az, ahogyan mondtam is az elébb, hogy a Napsugár Szociális Otthon lakói alapítványára megy az egész bevétel. Ebben szeretnénk a lakóknak, vagyis az alapítványt egy kicsikét támogatni, segíteni, ugyanis én úgy gondolom, hogy mindenkinek van ott egy kis téglája. Meddig lehet még jelentkezni erre a rendezvényre? Tehát a jegyek árusítása az most kezdődött el. Lehet még persze természetesen jegyeket kapni február 22-ig, és ott zárjuk le. Addig lehet vásárolni, és a környékbeli falvakból és mindenhonnan várjuk szeretettel kedves vendégeinket. Brüsszelben járt a Kisteleki Betlehemes csapat három királya. Harmat József hitoktatót kérdeztük a látogatás részleteiről. Vízkeresztkor Brüsszelbe látogatott a Kisteleki Betlehemezők csapatának három királya. Harmat József hitoktatót kérdezzük erről. Először is köszöntöm Önt. Honnan is jött ez, hogy ő kijutott ide a három király? Milyen előzményei voltak ennek? A 2018-as nemzetközi betlehemes versenyt megnyertük, és annak volt ez egy jutalma, amikor is decemberben most értesültünk róla, hogy idén már másodszorra mehettünk ki az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe, és egy óra hosszás műsort hat országnak a legjobb betlemezőit hívták össze, német, angol és magyar nyelven kellett előadni ezt a műsort, és hát ez Vízkeresztkor január 6-án tehettük meg. Hogyan érezték magukat kint, és milyen tapasztalatok voltak az Európa Parlamentben például? Hát nagyon érdekes volt, mert amikor megérkeztünk Budapestre a reptérre, akkor mellettem pont Dajcs Tamás foglalt helyet, és rögtön mondtam, hogy az Európai Parlamentbe megyünk, és hogy ott betlehemezni fogunk, nagyon örült neki, és fogadott ő is bennünket, tehát vele is találkoztunk, de először az első nap, amikor megérkeztünk, akkor Brüsszelben egy nagy, hatalmas városnéző túrára vittek el bennünket, és hát Brüsszelnek a nevezetességeit ismertük meg, majd utána érkeztek meg a több országból, Ausztriából,
Franciaországból, Olaszországból, Németországból, Belgiumból, a Romániából a csapatok, és hát egy 5 óra hosszás kemény próba következett, mire a különböző ajkú gyermekeket összegyúrták ezt az 1 óra hosszás műsorra, és hát másnap, egész nap az Európai Parlamentben voltunk. Először az Európai Püspöki Karoknak a titkárságán adtuk elő ezt a műsort, ők fogadtak bennünket, majd utána pedig a nagy ülésterembe az Európa Parlamentnek az alelnöke, Rainer Wieland és a képviselők fogadták ezt a műsort. Utána pedig délután a képviselők irodáiba látogattunk el, meghívtak bennünket magukhoz, és ott írtuk fel az ajtófélfára, hogy itt járt a kisteleki három király, és hogy 2020-ban legyen áldott, újra Istentől áldott ez a ház. Nagyon örültek a képviselők, és külön dicséretet kaptunk a ruháinkért a képviselőktől. Nagyon szép koronákban volt minden csapat, de a mieink annyira egyediek voltak, annyira fölismerhető, különböző a többitől, hogy rögtön kérdezték, hogy ezeket hol lehet kapni, és mondtuk, hogy hát sehol, ezeket mi tervezzük és mi csináljuk. Tehát nagyon nagy becsület a királyoknak azért, hogy úgy tudták viselni, hogy amikor mentünk a folyosókon vagy a liftekben, mindenki velünk akart fényképezkedni megint, tehát a kistelekiek megint helytálltak, úgymond, és jól képviselték Magyarországot. Az is érdekes volt, amikor elvittek bennünket az Európa Parlamentáriumba, hogy végignézhettük, hogy az Európai Unió kialakulásától napjainkig mennyi fejlődésen ment át. Ez egy interaktív ház tulajdonképpen. Mindenki saját anyanyelvén hallgathatja végig, hogy mi történt az Európai Unióban ennyi évtized alatt. És nagyon érdekes volt tavaly ezt valahogy kikerült a figyelmünket, hogy megtudtuk, hogy a 12 csillag az Európai Unió zászlaján, az tulajdonképpen Máriának a 12 csillaga, és ez úgy került oda a zászlóra, hogy aki az Európai Uniónak az első ilyen titkára volt, az Strasbourgba leült az éppen készülő strasbourgi székesegyháznak az üvegablakára tekintett, és ott látta meg Máriának a glóriájába a 12 csillagot, és ez jelképezi azt, és ez azért is érdekes, mert ez a titkár túlélte a holokausztot. Tehát van neki kötődése az európai eseményekhez, és ezért választotta azt, hogy azok az országok, akik összejönnek, azok a keresztény értékek szerint irányítsák Európát. És erre ma nagyon nagy szükség van, és mi ezt képviseltük, úgyhogy mi nagyon jól éreztük ott magunkat. A kisteleki betlehemes csapat karácsonykor több helyen megfordult ezzel a fellépéssel. Erről mit is tudhatunk pontosan, hol szerepelt a csapat? Hát nagyon sok helyen voltunk, és ez azért történt, mert újra beneveztünk a betlemes versenybe, ha már ennyire jól sikerült a negyedszeri föllépésünk, és megnyertük, hát ha 5-5-szörre is sikerül megnyerni. 154 csapat jelentkezett most ebben az évben erre a nemzetközi betlemes versenyre, ezért a fellépések száma nagyon sok pontot ér, ezért ebben az évben nagyon sok helyen előfordultunk. Már november végétől elkezdtük a betlehemezést, szinte kisteleken a létező összes közösség egyesület szervezet meghívott bennünket, és az ő karácsonyuk, a mi karácsonyunk is lett így egyben, hogy a mi betlehemesünkkel Jézus születésének történetét elvihettük hozzájuk. Nyugdíjas klubtól, mozgáskorlátozottak, nagycsaládosok, idősek otthon, a szociális otthon, napsugár otthon, iskola, gimnázium, óvoda, sőt, kilépve most már kistelekről, Ópuszaszeren a magyarok karácsonyán is most már harmadik éve veszünk részt, ahol a parlamentből államtitkárok érkeztek, és ott tekintették meg a betlehemesünket. Farkas Sándor országgyűlési képviselőnk is nagyon megdicsérte a gyerekeket, és ő is azt mondta, hogy már amikor jön ide az Ópuszaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, akkor nagyon-nagyon készül arra, hogy valami szépet és jót fog látni. És ez idén is így történt, mert hát férfi létükre sokan voltak ott, akik polgármesterek is, és előkerültek bizony nekik is a zsebkendőik, és törölgették a szemeiket, mert elég megható betlehemes sikerült idén is a gyerekekkel összeállítanunk. És azért mondom, hogy a gyerekekkel, mert most már vannak középiskolásaim, nem is egy-kettő, akik már a tavalyi horvátországi nyaralásból visszafele jövő a busz úton már azt mondták, hogy találjunk ki valami jó jeleneteket, valamit újítsunk meg, és nekik jutott eszébe ez a történelmi háttér, hogy most a fáraó és Heródes korába helyezzük vissza a betlehemest, és nagyon jól sikerült. Mikorra várható ennek a betlehemes versenynek az eredménye?
A betlehemes verseny éppen ma január 22-én zárul a Magyar Kultúra Napján. Az előadásaink egyébként 27 közösséghez jutottak el összesen. 81 szakmai véleményt, illetve közéleti szemétől kaptunk nagyon szép értékelést, és 570 ezer forint adomány gyűlt össze másfél hónap alatt, amit nagyon szépen köszönünk a kistelekieknek megint, mert hát ez valami olyan csoda évek óta, ami hát szívet, lelket melenget, hogy ennyire szeretnek bennünket a kistelekiek, és a kihelyezett kis aranyládikókba, akárhol bontottuk fel a gyerekekkel, akármelyik üzletbe mentünk, mindenütt meglepetés okozott nekünk, hogy ennyi forint van benne, és hát persze ezért nagyon jól esik, hogy ennyi összeggel tudunk segíteni Böjte Csabának a gyermekein, mert most ebben az évben oda fog menni a mi adományunk. És február végén kapunk értékelést, ahogy mondtam, 154 csapat jelentkezett ez idén erre a nemzetközi versenyre. Reménykedünk abban, hogy megint jó eredményt érünk el, ilyen nagy adományösszeggel is, és hát próbáljuk azt, hogy ezt tovább vigyük, és még lehet gyűjteni adományokat, tehát az adománygyűjtés az nem zárul le, az egész évben tarthat, és küldhetünk adományokat a rászorulóknak. Itt is hagytunk még a templomban ezért egy kis aranyládikót, és most is lesz rá lehetőség, aki még szeretne adakozni, január 25-én, most szombaton, 4 órakor várunk mindenkit szeretettel az újévi hangversenyünkre, ahol pánsíp művész, citerazenekar, vonósok, fúvósok, együttesek, kórusok szerepelnek, tehát nagyon változatos program lesz, nagyon bízok benne, hogy mindenki megtalálja benne a magáénak valót. Én várok mindenkit szeretettel, már csak azért is, hogy a 2020-as új esztendőt egy jó kis muzsikálással együtt kezdjük. A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara 25 éves évfordulója alkalmából egy fotókiállítást rendezett. A fotók kistelken is kiállításra kerültek. Erről kérdeztük dr. Kőkuti Attillát, a kamara alelnökét, valamint Nagy Sándort, kistelek polgármesterét. Dr. Kőkulti Attilát, a kamara alelnökét kérdezem a kisteleki kiállításról. 25 éves Csongrád megyei iparkamara, ennek apropóján kistelekre is megérkezett a kiállítás. Az első kérdésem az lenne, és először is köszöntöm Önt, milyen ötlet alapján jött ez a kiállítás, és milyen képek láthatóak rajta? Hát, mint ahogy elhangzott, 25 éves a kamara, és arra gondoltunk, hogy ezt a 25 évet valahogy meg kell ünnepelni. Egyrészt tartottunk egy ünnepséget, másrészt pedig arra gondoltunk, hogy valahogy be kellene mutatnunk a kamarát. Van a kamarának több térsége, tehát nem csak Szegeden, hanem van Morohalmon, van Szentesen, van Csongrádon, van Hódmezővásárhelyen, van Makon, és van itt Kisteleken is. És arra gondoltunk, hogy készítettünk jó néhány fényképfelvételt, professzionális fényképészek segítségével, és megkértük a Dél-Magyarország fotósait, hogy néhány tagvállalatunknál, tagvállalkozásunknál csináljanak néhány felvételt. Majd ezekből a felvételekből válogattunk ki néhányat, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a felvételeket ezeken a térségi területeken kiállításként bemutatjuk, ezzel is bemutatva a kamarai vállalkozásokat, a kamarát, a kamarai életet, és egy kicsit talán mindenkinek hírul adva az, hogy 25 évesek vagyunk. Mi alapján kerültek kiválasztásra a képek? Miért pont ezek a képek kerültek? Abszolút rábíztuk a fotósokra ezt a dolgot. Nagyon érdekes a megközelítés, ugye sajtófotósokat kértünk fel arra, hogy készítsenek ne sajtófotót, hanem művészi fotókat a vállalkozásokról, és ők egészen sajátosan látták a feladatot, és látták az egész helyzetet, és ezek a képek születtek, és ők egy picit talán megragadták azt a pillanatot minden egyes vállalkozásnál, ami egy kicsit a múltra utal. És nagyon sok ilyen felvétel volt, és ez alapján történt a válogatás, hogy legyen egy kicsit ilyen sajátos, kicsit múltra utaló beállítottsága a képeknek, és ezekből a képekből válogattunk, és talán azért volt fontos, hogy kicsit gondoljunk a múltra, mert hát ugye 25 évesek vagyunk, és egy kicsit talán így visszatekintünk arra, hogy mi minden fejlődés történt a 25 év alatt, és milyen fejlődés előtt állunk még ugye napjainkban, számos változás van, és egy kicsit talán ilyen nosztalgikus képek ezek, és úgy gondoltuk, hogy ezek lesznek a legjobbak. Több mint 100 éve már létezik ez a fajta összefogás, ez a fajta idézőjelbe család, az természetesen annak is egyfajta köszönete, hogy ez a vonatnak kinézve szerelvény, ez itt most megáll egy hétre. Képeket mutatnak be, én úgy hívtam az előbb egy kicsit antikolt képeket fekete-fehérben, ahol igenis látjuk a hétköznapi vállalkozót, a hétköznapi munkásembert, a hétköznapi dolgozóembert.
Szerintem ez mindenféleképpen köszönet, hogy ez itt van. Másrészt pedig köszönet azoknak az elődöknek, akik egyébként tettek azért, hogy egyáltalán az az iparos társadalom, amiről ott beszélünk ma is, és beszéltünk 100 évvel is, az volt és jelen van most is. Én azt mondom, hogy ennek az iparos társadalomnak köszönhetünk nagyon sok mindent. Hiszen ezek teremtenek munkahelyet, ezek teremtenek adóforintot, és óriási van köze ahhoz, hogy egy település él, fejlődik, vagy éppen hanyatlik. Ezen alkalomból is én azt mondom, hogy köszönet valamennyi kisteleki vállalkozónak, és ebben talán nem föltétlen csak ehhez a kamarához tartozó vállalkozásnak, mert ő általuk és velük együtt lehetünk, amik lehetünk. Úgyhogy kedves kisteleki vállalkozók, és mindazok, akik idejöttek hozzánk, legyen az kábelgyár, legyen az bármi egyéb, az önkormányzat részéről megkülönböztetett figyelmet és tiszteletet és segítséget élvezett, és remélem, hogy élvezni is fog. Én magam részéről azt mondom, a mi dolgunk az, hogy segítsük őket, és fogadóképesek legyünk, hogy ők ezáltal fejlődni tudjanak. Így például most építünk azért egy ipari szennyvíztisztítót, ami egy speciális vállalkozás, úgy nézem, hogy egyébként a feldolgozó szektor, a magasabb értékre létrejövő gyümölcs, vagy zöldség, vagy bármi egyéb, az is még helyt kaphasson. És sorolhatnám ezeket, és várjuk az újabb vállalkozásokat, és biztatjuk az újabb vállalkozásokat.